Ródi Gyula, hogyan vernek meg egy asszonyt? Részlet. Luca napján Szent Mihályéknál éppen úgy farigcsálni kezdték a kis széket, mintha nem ment volna már férhez Matild, Szent Mihályhoz. Akit valóban a Luca székéről látott meg a karácsonyi misén a fiatalasszony. Vannak babonák, amelyekhez rakaszkodni éppen olyan célszerű, mint Luca széket faragni december 13-án. Luca széket akkor is lehet, ha nincs eladó lány a háznál. Most kivételesen özvegy sztárainé, Rózsi toldozgatta-foltozgatta a Luca székhez való apró fadarabokat. De mama, mond szívre szorított kézzel Matild, talán csak nem akarsz férjhez menni. Miért ne? Hát halkad bolondja egy vénasszonynak. Mama, te nem vagy vénasszony, és én megőrülnék, ha magamra hagynál, folytatta Matild. Magadra sohasem hagylak, mert te nem ismered az életet. Melletted kell lenni valakinek, aki tapasztaltabb, okosabb, mint te. De azért magam is szeretnék még néhány jó napot látni, mielőtt végleg megöregednék. Így özvegy sztárainé, egyszerűen, nyugodtan. Szent Mihály, aki szótlanul hallgatta újságja mellől anyósa és felesége beszélgetését, önkéntelenül sóhajtott egyet. E pedig nem volt szokása. Aztán, mint a hirtelen eszébe jutott volna valami, szótlanul kiment az ajtón. Halk fütyülészése árult el, hogy valami nincsen az ínyére. A fütyülészés mind messzebb hangzott. Ebből a sztárai hölgyek megtudhatták, hogy Szent Mihály a Rigóhoz címzett kocsmába ment, ahová téli estéken bevetődtek olyan úri emberek, akik nem érezték jól magukat családi körben. Neked magadnak kell rendet csinálni a család ügyeidben, mert arra nem vállalkozik senki, hogy helyetted megverje az anyósodat. Mond Kálnai László, amikor meghallgatta Szent Mihály esetét. Megverjem? Kérdezte Szent Mihály. Mint a két fenekű dobot, felelt Kálnai, aki persze soha se verte meg még csak a feleségét se. Részint azért, mert szerette, részint mert az asszony kétszer akkora volt, mint ő. Cudar dolog asszonyt verni, húzódozott Szent Mihály. Néha pedig nem segít más ezen a világon. Bizonyos napokon, megfelelő bevezetés után, de hidegen, pontosan, szenvedély nélkül meg kell verni az asszonyt, mintha egy szeget kalapácsolna az ember minden nagyobb felindulás nélkül. Bolond ember az, aki asszonyi dolgokon felháborodik, mert csak az életét rövidíti vele. Így Kálnai László, aki pártfogója volt mindazoknak, akik úgy néztek a borba, mintha öngyilkosságra készülődnének, akik elgondolkoztak, elmerengtek valami asszony személyen, aki azért van a világon, hogy őket kínozza. A társasághoz tartozott még egy nyugalmazott színész, Dalnoki. Aki köhögés ellen itta a bort, nem pedig azért, mert szerette volna. Pedig más véleményem volt, mint Kálnai László. Nekem három feleségem volt, de egyiket se vertem. Vertek azok téged, vén komédiás, mert ahol a férfi betegség, gyengeség, jószívűség miatt engedékeny az asszonyi állathoz, ott nyomban az veszi át a férfi szerepét. Csak egy nadrágot találjon, amelybe belebújhat, nyomban belebúvik. Dörrent a nyugalmazott színészre Kálnai László. De szerettek, különben miért lettek volna velem? A szeretet minden pótol. A szeretetet semmi sem pótolja. Színész élet, cigány élet. A színésznét nem lehet verni, mert esetleg nem tud komédiázni este a színházban. Bedagad a szeme, bereked a hangja a bőgéstől, kificamítja kezét vagy a lábát, és nem tud a színpadról a legyezőjében az udvaróinak integetni, vagy táncolni ott, ahol táncot ír elő a szerepe. Felelte Kálnai, aki a Rigóban az asztalt döngette, de a köztudat szerint otthon csendes volt, mint a pamut gombolyag a felesége ölébe. Én mindig jó szóval, udvarlással, finom magaviselettel igyekeztem hatni hölgyeimre a gorombosság helyett, mond a nyugalmazott színész. Ez lehet álláspontja egy férfinak, aki hozzá van szokva, hogy feleségét úgy váltogassa, mint az ingét. Sajnos mi,
civil emberek. Holtamiglan, sírodiglan, sőt, a más világig esküszünk örök hűséget. Nekünk nem lehet kesztyűs kézzel nyúlni a családi életünkön mutatkozó kelevényekhez. Nyomban operálni, mielőtt a baj elhatalmasodna. Felelt Kálmai László. Pláne egy anyóst, akit tisztelnünk kell, nem tanácsos megverni. Azt hiszem, ő nagysága megbékítéséhez elegendő lesz egyetlen éjjeli szerenád. Az én időmben így csináltuk. Hazudott a vén komédiás. Egy idősebb hölgynél az éjjeli zene mindig megteszi a magáét. Régi valcerokat és keringőget játszottunk neki, hogy félreérthetetlenül megértessük a dolgot, hogy a zenélés a tiszteletre méltó kornak szól. Szent Mihálynak megtetszett az ötlet, habár bizonyosan félreértésre fog alkalmat adni másnap, hogy az anyósának rendezett éjjeli zenét. Üssek ő, csak az a bolondság ne következzen be, hogy özvegy sztárainé még egyszer férhez menne. És így megindult a cigánybanda. Szabályszerűen. Libasorban mendegélve a fehér hóban, a hóvilág alatt. Évszázados szokásai vannak az éjjeli zenének. A nagybőkősnek mindig hátul kell menni. A prímásnak dideregni az esetleges kutyák miatt. Míg a megrendelőnek félrecsapott kalappal kell a csapat élén haladni. Most ketten is voltak a megrendelők, akik a csapat élén haladtak. A kellő ablak alatt, ahol Szent Mihály megállította a bandát, a maguk nótájára gyújtottak rá. Képeddel alszom el, képeddel ébredek, kimondhatatlan az, mit érted, szenvedek. Így szólt a banda özvegy sztárainé rózsi ablaka alatt, amely mögött felfigyelt egy női szív, sőt, gyufát is gyújtott egy kéz annak jeléül, hogy a szerenádot megértette. Másnap így szólt sztárainé a vejéhez, Szent Mihályhoz. Azt hiszem, hogy nem sokáig leszek már a terhetekre. Az éjjel különös álmom volt. Így aztán Szent Mihály nem tehetett egyebet, mint másnap is belépdelt a rigóba, ahol Kálnai úr éppen azt a régi mondást eresztette ki a száján, kutyaharapás szőrivel. Kálnai László és a vén színművész, aki még nem heverte ki az éjszaka fáradalmait, a sör után bort ittak, és Kálnai igen hosszú történet elmondásába kezdett. Szent Mihály mélabúsan hallgatta a történetet. Végre arra tért magához, hogy Kálnai László a vállára ütött. Hát, ki a te barátod? A vénszínész vagy én? Kérdezte az éj eseményeire célozva. Igen, most már magam is azt hiszem, hogy egészen bolond az öregasszony, felelt Szent Mihály. Körülbelül éjfél lehetett, amikor Szent Mihály a rigóból hazafelé indult. A kamrában világosságot látott, ahol özvegy sztárainé házi szolgája István társaságában rendezke a befőttes üvegeit. Ezzel az asszonnyal most itt, az élés kamrában nem lehetett tenni semmit. Egy marék tarkapaszúj csapott volna az arcába, aki meri nyitni a száját, vagy egy létszemfüggő füstölt sonkával védekezett volna. És aztán itt volt a házi szolga is, aki inkább engedelmeskedett özvegy sztárainénak, mint bárkinek a világon. Mit tehettem ebben a helyzetben? Kérdezte Szent Mihály a rigóban, amikor barátai az otthoni eseményekről érdeklődtek. Mit tehettem elkeseredésemben? Bementem a házba, és megvertem Matildot. Aki persze az ágyban nyújtózkodott, ahelyett, hogy anyjának segített volna. Megvertem, mert valakit meg kellett verni lelki állapotomban, mondta Szent Mihály. Hát, ehhez is kurázsi kellett, mondta Kálnai László némi elismeréssel, de látszott rajta, hogy nincs mindenben megelégedve a dolgokkal.